estét kívánok! Az új vendégek számára bemutatkozom, Szegfű András filmtörténész vagyok, és szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Sára Sándort, aki a mai filmünknek a rendezője. A Magyar Nők a Gulágon című dokumentumfilm három részből áll, mindegyik körülbelül másfél órás, és ebből itt most a harmadikat tudjuk vetíteni. Úgy hozzávetőlegesen azt lehet mondani, hogy az első rész arról szól, hogy hogyan kerültek ki magyar nők a szovjet kényszermunkatáborokba, a második rész arról, hogy ott milyenek voltak a viszonyok, a harmadik pedig, amit most látunk, hogy hogyan tudják meg, amikor vége van ennek a fogságnak, és hogyan kerülnek haza, mi történik velük itthon. Sándor, miért a harmadikat választottad? Hát valamelyiket választani kellett. Talán mert itt azért visszapillantások is vannak, meg azért úgy összegződik, meg ők maguk is megfogalmazzák, hogy ez mit jelentett, vagy hogy mennyire várták, vagy hogy mennyire örülnek annak, hogy vége van. Tehát egyfajta feloldódás is van itt. Persze borzasztóan sajnálom, és hiányzik az első két rész, mert hát a dolog úgy teljes. De ez mindig gond az ilyen sorozatoknál, hogy egy részbe, két részbe nem fér bele, a néző az pedig nem tudja, hogy mondjam, csak nyilván követni adott esetben. Pedig azt kéne, egy példát elmondok, amikor elkészült a második magyar hadseregről a krónika című film, az 25 részes volt. És amikor készen volt, az 25-ször egy óra. Akkor akik készítettük néhányan, meg akik részt vettek ebbe, akkor rendeztünk egy ilyen vetítés sorozatot. Ez azt jelenti, hogy három napon keresztül egyfolytában nézzük a filmet, reggel 8-tól délután 6-ig, és ez már még egészen fantasztikus élmény volt mindenkinek, még nekem is, pedig hát mondjuk a filmet egy rendező, mire elkészül, előről, hátulról, mindenféle szempontból ismeri, és nem. És itt ez más volt. Szóval azt éreztem, hogy egyszerűen, hogy része vagyok az eseményeknek, hogy ott vagyok, behívnak, bevangolnak, kivisznek, stb. Végig az egész filmet ez alatt a három napra. Tehát van ennek, hogy mondjam csak, szóval hozzájárulása a filmhez, a hossznak, hiszen nem egy fölösleges valami. Hát reméljük, hogy elérkezik egyszer az az idő is, amikor azt mondhatjuk, hogy és az első két részt pedig tessék letölteni valahonnan, vagy megvenni a boltban. Ez sajnos így van. Sándor, ha egy pici perspektívában raknánk ezt a filmet. Ugye, amikor ezt a filmet készítetted, én 1992-es évszámot látok rajta, akkor már túl voltál néhány ilyen hosszú dokumentumfilmen, a Krónikán, a másik változat Pergőtűz, talán már a többi hasonló Csonka, Bereg egyebeken. Viszont azért azt hiszem, a nézők nem felejtik el, hogy te a pályádat egészen másfajta dokumentumfilmekkel kezdted. Tehát lírai dokumentumfilmekkel, rövid dokumentumfilmekkel kezdted. Mivel magyarázod ezt a fordulatot, hogy ezt a megközelítést átváltottad egy egészen másra, és aztán abban is remek dolgokat csináltál? De a téma vagy tematika szintjén ezekről az eseményekről beszélni kellett. Tehát a második magyar hadseregről ugyanúgy, mint a gulágra hurcoltakról. Most, hogyha elhatározott, hogy erről filmet készítesz, ez egy múltidejű film. Nincs más megoldás, nem tudsz más csinálni, mint hogy elmész azokhoz, akik ennek részesei voltak, kérdezed, és ők mondják a történetet. Persze azért itt is rengeteg dolog van, amit nem lehet jól használni, és lehet rosszul használni. Tehát a kiválasztáson, a választáson, az, hogy kit választasz, hogy ez kiről beszél, hogyan beszél, tud-e beszélni, azt milyen sorrendben rakodsz el, azért ott egy idő után a szerkesztésnél elkezd működni egy filmi gondolkodás, vagy egy szerkesztői gondolkodás is. Tehát, ha úgy tetszik, kényszerből, aztán később gondolkoztam én azon is, hogy illetve egy alkalommal létre is jött. Ugye a Vár című film, az
ebből azt hiszem most nem fogunk látni, de a Magyar Nők a Gulágonnak a második részében elmondják majdnem ugyanúgy a történetet, ahogy én azt játékművel elkészítettem. Azért készítettem el, mert jó, ugye ezek a beszélő fejet, amelyeket ilyen elítélő meg is szoktak néha mondani, szerintem nem mindig azok. Azt mi még végignézzük, ugye, mert értjük a beszédet, a gesztust, a mimikát, és főleg magyarul beszélnek, magyarok vagyunk, nézzük és tudjuk. De ezt már egy franciával, vagy akár egy angolal, vagy bárkivel nem lehet végignézni, mert nem azt mondja, hogy hagyjanak engem békén, számomra ismeretlen nyelven mondanak valamit, és én arra figyeljek. Tehát azért gondoltam a későbbiek folyamán, hogy játékfilmben is meg kell ezt fogalmazni. Hát ez a Vár című film az egy játékfilmes megfogalmazása egyik történetnek. Még annyit kérdeznék, hogy ebben a filmben vannak jelenetek, amelyeket az eredeti helyszíneken vettétek föl, tehát ellátogattatok oda. Mit tapasztaltatok? Ez ugye, ha jól sejtem, ez a jelcini időszak, amikor ti kint voltatok, vagy talán még a Gorbacsovinak a vége. Hogyan fogadtak benneteket ottani orosz emberek? Egy katonatisztet látunk a képen, igen, másokat. Milyen élmény volt csinálni ezt ott? Hát egy élményt mondani kell, fenn voltunk az Ural legészakibb részén, mert én hallottam egy táborról, egy ilyen gulág táborról, mert az volt a híre, hogy oda mindig vittek fel, meg mentek fel emberek, de onnan soha nem jött senki vissza. De mégiscsak, mert két lett, vagy ritván már nem is emlékszem, valamilyen módon néhány egy ilyen rövid filmecskét csak elkészített erről a táborról. És én szerettem volna ebbe a táborba, és ebben a táborban fantasztikus dolgokat láttam, mint hogyha nem tudom, kiszívták volna a levegőt, és minden úgy marad, ember, állat, minden, ahogy éppen ebben a pillanatban, abban a pillanatban volt, és ide el akartam menni. És ugyanez szeptemberben volt, de hát az Ural ott már hó volt, meg hideg volt, meg minden egyéb, és a helikopterre kellett volna fölmenni, és nem merték elindítani a helikoptert ebbe a táborban, napokon keresztül kimentünk, még végre egyszer azt mondták, hogy nem most ez egy olyan idő, hogy el tudunk menni ebbe a táborba, felszállt ez a helikopter, és akkor felszálltunk, akkor mert kísérőink voltak, ugye Moszkvából jöttek, itt két vagy három számomra ismeretlen kísérőt is látok, és kérdezem a régiektől, hogy ezek kicsodák, hát ők mondják, hogy ez a NKVD. Hát mondom, hát az már nincsen, az már nincsen, de mégis van. És az ember, ha a kulcs, hogy az operatőr közelített az ablakhoz, vagy a helikopternek az ajtajához, akkor próbálták onnét eltolni. Úgyhogy későbbiek folyamán azt csináltam, hogy én eléjük álltam, és akkor Sándornak mondtam, hogy most menj, és honnan, valahogy ezt azért fotografálják. Úgyhogy ha már befejezem ezt a történetet, elmondom, mert nem csak erről szólt, hanem mi vittük magunkkal Karik Sárát, akit itt látni fognak az egyik részvevő, aki ugye a kékcédulás választások miatt került bajba, és vitték el, de hát ezt most nem mondom el ide. És egyszer csak láttam, lenézek, és túl közel van ez az Ural-hegység. Hát kiderült, hogy le kellett szállni. Az Ural északi részén, egy hómezőn, Karik Sárával, aki már megjárta ezt a poklot, ott álltunk, mert lejött a köd, és hát ez a gép, ez nem volt felszerelve ilyen amolyan eszközökkel, hogy vakon is tudott volna repülni, úgyhogy leszálltunk a hómezőn, és vártuk, hogy eloszoljék a köd. Szerencsénk volt, mert a köd egy idő után felszállt, igen ám, de este lett. Úgyhogy a pilóták halál rémülten elindultak egy irányba, amelyre sejtettek egy vasútvonalat, és igazuk lett, mert egy jó 20 perc után rátaláltunk erre a vasútvonalra, ami bevezetett a Vorkutára. Tehát úgy mentünk be, és Sára is, Karik Sára valamennyire megkönnyebbült, hogy nem folytatódik azon 8 év vagy 12 év, amit ő itt elköltött. Tehát
Az emléke, igen, annét indultunk, hogy hogy. Tehát akkor már elfogadták ezt, de tartózkodással, igen. Azért odafigyeltek, hogy és nyilván, hogy este jelentették azért, hogy itt mi történt, és hogy történt, de nem volt ilyen ennek is. Köszönöm szépen. Elkezdjük a beszélgetést. Remélem, egy kicsit föllazultunk egy ezután nagyon megrázó film után. Sándor, hadd kérdezzek egy ilyen könnyedebb kérdést az elején, hogy van-e olyan történet, amit terjedelmi okokból ki kellett hagynod a filmből, de a mai napig sajnálod, hogy nincs benne? Nincs, tulajdonképpen ilyen nincs. Sikerült összefogni, és... Igen. Ezt a vágás technikát, amit kialakítottál, az, ezt valószínűleg ezért alakítottad ki, hogy sokféle történetet is tudjál egymás mellett érvényesíteni? Részben pedig, amikor hozzákezdtem, akkor ugye gond volt, hogy jó, a gulágon volt több ezer ember. Nagyon kevesen jöttek haza. Hogy válogatott ki? Tehát, ha rosszul nyúlsz hozzá, és rosszul válogatsz, akkor azt fogják mondani, hogy tendenciózus voltál, vagy ilyen, vagy olyan irányba elfogult, stb. Úgyhogy én azt gondoltam, megkérdeztem, hogy ebből a 3000 emberből körülbelül annyi jött haza, 53-ben és 55-ben. Bocsánat, férfiak, nők együtt, vagy csak igen, nők? Igen, együtt. Férfiak, nők összesen 3000 együtt? Igen, hányból? Kérdeztem azzal. Körülbelül hányból jött haza ez a 3000? 3000-ből, az elején föl van írva pontosan. De a 100 000-ből úgy értem. Ja, igen, igen, bocsánat, igen. Igen. És akkor én megkérdeztem, hogy és hány nő jött haza. És ebből a 3000 között mondták, hogy maximum 30. Akkor gondoltam, hogy én megkeresem mind a 30-at, és meg is kerestem mind a 30 nőt. Az önök az ugye itt élt Magyarországon, egy-kettő volt, a Szovjetunióban volt, aki nyugaton élt. És akkor mindegyiket megkerestem, és mindegyikkel elmondattam a maga történetét, és kiből mennyi, több vagy kevesebb, de bele is került a filmbe. Mindenki vállalta? Igen. Nem. Nem. Volt valaki, aki volt valaki, egy hölgy volt, aki nem vállalt, aki nem lehetett rá beszélni. Igen. A többiek igen. Annyira megrázónak gondolta, hogy nem akart róla beszélni? Hát egyrészt vagy megalázónak, vagy megrázónak, vagy mondok egy esetet, itt az egyik hölgy, aki beszél, amikor előtte beszéltem vele, és akkor elmondott egy történetet, hogy őt közvetlenül a front után, vagy hogy erőszakolták meg. Az oroszok, erről mondatott néhány mondatot, és jött a fölvétel, és ment a fölvétel, hogy a kronológiába haladtunk, és egyszer csak azt mondja, hogy és itt jön az a rész, amiről nem beszélünk, hopp, és átugrotta. De hát érthető. De várjál, még nincs vége a történetnek, mondtam neked, de nem erről, arról volt szó, hogy maga ezt beszélünk, és elmondja. Mondja, jó, rendben van, azt mondja, még egyszer beszélek a családommal. És elment, és megbeszélte a férjével, aki szintén a gulágról jött haza, meg lányuk is volt, illetve van most is. És azt mondta, hogy most jó, beleegyezett a család, hogy ő erről szóljon, ezt ő elmondja, tehát akkor most már ő ezt el fogja mondani, tehát ilyen is volt. Értem. Még egy szép történet. Nos, tessék parancsolni. Kérdés, megjegyzés, hozzászólás a látottakhoz. Tessék parancsolni. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, hogy egyáltalában foglalkozik még ebből valaki. Ezt azért kérdezem ilyen agresszíven, mert az édesapám volt az, aki a 40-es évek elején, tehát 45 után a hadifogoly osztálynak az élére került, úgyhogy zsidókat rejtegettünk, és a zsidóknak a segítségével visszakerült a minisztériumba, főtisztviselő,
de nem ez az érdekes, hanem hogy utána nem tudok arról, hogy készült volna olyan riportfilm a hazatér magyar hadifogói katonákról. Mert azt tudom, emlékezetem szerint, mert akkor olyan Krisztinől egy éve kislány voltam, hogy nagyon sok hadifogoly, mikor hazaért, akkor halt meg, ugye, mert tudatlanságból, csupa szeretetből megetették őket, és nagyon sokan meghaltak emiatt. És szeretném megkérdezni, hogy nem történt velük, mert azt tudom, hogy a Donkanyagból hazatértek, igen, de hogy akik hadifogságban is voltak magyar katonák, hogy ővelük nem sikerült csinálni ilyen dokumentumfilmet. Hát van rólunk dokumentumfilm, hogy nem. De hát nem csak a nőkről van, aztán igen. Később én forgattam a férfiakról is, vagy a férfiakkal is. Tehát részben egyik filmnek az a címe, hogy Csonka Bereg. Ez azokról szól, azokról a férfiakról, akiket rögtön a háború után 18 évtől, aztán 50 éves korig azonnal elvittek, és nagyon kevesen tértek haza a Szovjetunióból. Igen, Valenki kívül... robot. Igen, hát annak is lehet nevezni, aztán volt a Valenki robot is. Ők nem, akiket itt láttak, az nem Valenki robot volt, őket elítélték. Szabályosan, szóval a bírói, katonai bíróság ítélt el őket 8-25 évig, vagy kezdetben még halálos ítéletek is voltak. Tehát készült film, és aztán én mások is, de én magam is még forgattam 14 vagy 15 portréfilmet. Ezek között voltak mérnökök, orvosok, munkások és parasztemberek, akik külön-külön mondták el az ő sorsukat, hogy hogyan élték meg a lágerbe, és ez a 14 portré, ez aztán már egy elég, hogy mondjam, csak összetett képet ad arról, hogy mi is történt ezekben és a lágerekben. Valaha levetítése került? Hát egyszer talán levetítették a televízióban, most én reménykedem, hogy esetleg levetítik, mert ez az évet, minek nevezik, az üldözöttek évének, nevezték ki, de igen. Mert nagyon ideje lenne. És én remélem, hogy ennek is valami bizottság is alakult, tehát egy ilyen országos bizottság, hogy én remélem, hogy ez a film is előkerül. Mert örülünk annak, hogy egyáltalán a Donkanyagból visszatért katonák kaptak egy ilyen lehetőséget, hogy elmondhatták a szenvedéseiket. Persze, hát szegények. Egy töredékük, pici töredékükért adott. A másik kérdésem hasonló jellegű lenne. Ugye 51 nyarán sokakat kitelepítettek. Többek között bennünket is. 45 szilveszteri éjszakáján az oroszok följutották a házunkat, minden beleégett, mi életben maradtunk, meg előtte kihajtottak bennünket az erdőbe. És utána édesapám, mint mondtam, a zsidók révén visszakerült a hivatalába, de meg is kapott Rákosítól különféle plecsniket is. Mindenféle jót és szépet, és akkor utána 51-ben kitelepítették apámat, anyámat. Tehát akkor nem volt érdekes, hogy ő mit csinált, hány emberen segített, megkötött a kölcsönös szerződéseket, mint jogász, diplomata tárgyalt itt a környező államokkal. Ezt még nem vették figyelembe, megírta a diplomáciai lexikont, ma is ott van a Széchenyi könyvtárban. És ugye ennek ellenére kitelepítették, de azt mondom, hogy örülök, hogy csak kitelepítettek, és nem akasztották föl, mert föl is akaszthatták volna ebben az erővel. Mi életben maradtunk, bár majdnem meghaltam, mert 18 kilót fogytam, nem akarom most itt a közönséget ebben untatni. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy
mivel hogy mi még nagyon jó helyzetben voltunk, mert a kulák, nagy, mind a két család nagyon rendes volt, és segítőkész. És hiába voltunk istállóba, szóval megbetegedtem minden, de mégis életben maradtunk, és elfogadható bizonyos, nagyon-nagyon szűkös éhhalálszéli állapotban voltunk, de éltünk, és ugye, hogy Nagy Imre segített, hogy felszabadított bennünket utáni halála után. De azt akarom kérdezni, hogy akiket ugye a Holtobágyra vittek, hát azóta ők már többször találkoznak, aztán minden évben. Én még nem voltam egy ilyen összevetelen sem, hiszen én nem holtobágyi kitelepített voltam, és azt tudom, hogy ők nagyon nehéz helyzetbe kerültek. De szinte tehát hogy szalmán a jutrágyán szórtak le szalmát, tehát ott nem volt ilyen, hogy szekrény vagy. Egyáltalán asztal, vagy ebédelhetsz, erről szó se lehetett. Hogy amíg élünk még egy néhányan, én 81 éves vagyok, de még szellemileg nem vagyok teljesen leépülve. Most ajánlottam fel a Bóra kiadónak, hogy leírnám lapóformába a gyerekkorom, a fiatal koromat, ezeket a dolgokat így belevéve, az ostromot, mindent. Hát az Móra kiadót nem érdekli, hát adjam, írjam le, de mivel hogy előtte küldtem hozzájuk gyerekanyagokat, és azt se fogadtam, nincs bennem elég lelki erő, hogy újra kidobják, vagy elutasítsák. Holott Penna díjat kaptam, meg most jelent meg, képességfejlesztőm, de nem érdekes, tehát a Jóisten adott egy bénát, de nem érdekli őket. Amit kérdezni szeretnék, hogy most, akik még élnek, kitelepítettek, mert még azért élnek. Mert ugye én 17 éves voltam, amikor kitelepítettek 51 nyarán, akkor voltak ugye 15-14, sőt, hát még egy 3 éves gyereknek is vannak emléke. Tehát a 4-5 év. Tehát még élnek emberek olyan 60-70 évesek, akik ezt átérték. Hogy én úgy érzem, hogy talán, mivel hogy nem kaptuk vissza az otthonunkat, nem a gyárunkat, mert nekünk nem volt gyárunk, csak otthonunk volt. Mai napig ugye nem kaptuk vissza, kaptunk valami nagyon minimális jóvátételt. De hogy egy ilyen report filmet talán még össze lehetne hozni az élőkkel. Igen. Egyrészt mondanám, hogy készültek dokumentumfilmek is, nem csak a Hortobágyi kitelepítettekről, és készült egy nagyon jó játékfilm is ebben a témakörben. Igen. Úgyhogy de hát én itt azt gondolom, hogy vannak itt filmrendező kollégák, lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy önnel vagy önökkel még érdemes lenne, hogy és talán megtalálják a lehetőségét annak, hogy... Nem magunk miatt, én tudom, hanem én a tudom. 20 évesek, meg Világos. A 15 évesek miatt, akik meg ezzel teljesen tananyag. Tehát egy A holtobágyi kitelepítésről a Gulyás Fivérek csináltak egy nagyon szép, hosszú és komoly dokumentumfilmet Törvénysértés nélkül címen, és ezt még a 80-as években csinálták, tehát egyrészt ugye ellenszélben, ugye, mert hát az még a kommunista rendszer volt, és másrészt viszont akkor még sokkal többen voltak életben, meg fiatalabbak voltak, akik esetleg ma is élnek, úgyhogy... Ez volt. Köszönjük szépen, ott láttam hátul egy jelentkezést, tessék. Ha jól értettem, akkor a hölgy előtt két dolgot mondott, és az első kérdése az volt, hogy mi történt azokkal a magyar katonatisztekkel, akik a szovjet fogságban voltak, és Szovjetunióba jöttek haza. A Szovjetunió több részben küldte haza, illetve engedte haza hadifoglyokat, és az egyik transport az 50 telén volt.
És a Szovjetunió úgy engedte ezeket a régi katonatisztek voltak legtöbbnyire, úgy engedte haza, hogy haza mehetnek a családjukhoz. Erre a határnál az AVO átvette a Szovjetuniótól az őrzést, és utána kezdődtek a káromkodások, stb. Minden. Nem akarom részletezni, de a lényeg az, hogy ezeket az embereket nem hazaengedték, hanem Budapesten legalább három helyen, ilyen régi gyárakban, nem működő gyárakban, mosókonyhákban, stb. Elszállásolták egy jó darabig. Ott voltak, teljesen titokban, senki nem tudott róluk, vagy már majdnem senki. És utána elvitték őket az akkor felépült Kazincbarcikai lágerba, Tiszelőki lágerba, nem csak Recsk volt, hanem ezek a lágerek is, még több is volt, én sem tudom mindegyiket, de azt tudom, hogy Kazincbarcika egy nagyon-nagyon kemény láger volt, és Tiszelőki is aránylag. És oda vitték őket, ingyen és bérmentve kőt fejteni, és a legborzalmasabb barakokban, körülmények között kellett nekik élni. És úgy volt, ez volt a, onnan jön a mondat, hogy veletek nem kell elszámolnunk. És ott éltek még, 53-ig, tehát olyan kerek 3 évet voltak ezekben a borzalmas lágerokban, és állítom, lelkismeretemre mondom, és nem csak én mondom, hanem nagyon sokan mások, akik értenek hozzá és tudják, hogy ezek a helyek rosszabbak voltak, mint a szovjet lágerok. Rosszabbak. És Magyarországról beszélünk, magyar emberek voltak a felügyelők. Csak ennyi. És ez tiszta igazság. A lényeg az, hogy utána jött 53-ban, azt mindenki tudja, az igazi felszabadulás, és akkor engedték őket haza, mivel Nagy Imrének a beszédje volt, amit a mai napig nem lehet a rádióból megkapni, mert annyira titkos, és Nagy Imre 53-ban felsorolta a rádióban, egy hatalmas beszédje volt, felsorolt mindent, ami a Magyarországon létezett, és onnan az egész politikai helyzetet az ember megtudhatná, de a rádió nem adja ki, pedig biztos, hogy van nekik másolatuk. És a lényeg az, hogy erre a beszédre 53-ban akkor volt az igazi felszabadulás tulajdonképpen. Azt nem mondom, és most nem az én tisztem, úgy, ahogy a hölgy is, vagy valaki, nem azt hiszem a filmben láttuk, hogy utána ezeket az embereket szintén kontrollálták, minden lépésüket ment a rendőrség, a szomszédhoz, meg stb. Szóval ez aztán utána volt éveken keresztül, aztán 6 évig nem gyakorolhatták a jogaikat, az emberi jogokat, 6 éven keresztül nem gyakorolhatták, és ugyanez volt a munkahelyekkel, hogy ha véletlenül valami protekció által kaptak egy munkahelyet, akkor megtudták őket, hogy hol voltak és kik voltak, akkor elég hamar elbocsátották őket, stb. Szóval ezeken mind végigmentek, de mégis már otthon voltak a saját családjuknál, mégis hát egy bizonyos fokig azért felszabadulás volt, ez 53-ban volt. És a legtöbb magyar, szóval akik tényleg katonatisztek voltak, abszolút a magyar hazát szolgálták egész életükön keresztül. Ismerek valakit nagyon közvetlenül, aki 1914-ben vonult be az első világháborúba, és volt egy kis szünet a kettő között, de 53-ban ért haza, így ahogy az előbb elmondtam. És utána 500 forint nyugdíja volt. Köszönjük szépen a hozzászólását. Tessék mással, aki még a... mit mondana? Igen? Nem tudom, hogy az első 2 évben szó esette arról, hogy mi lett a 95.500 emberrel, akiket kivittek és nem tértek haza. Meghaltak. Hogy rövid legyek, és ne beszéljek mellé. Úgyhogy azt mindegyik film talán ez is, vagy az elején, vagy a végén föl vagyon írva, hogy több mint 300.000 ember a Szovjetunióból nem tért haza. Az borzasztó nagy szám, 300.000 ember. És ez még nem is a felső határ, hanem ez inkább a óvatosabb, vagy az alsó becslés. Mindenütt csak becsülni lehet a számokat. Az, hogy például hogy jött létre az, hogy beszélünk
a személyzés föl vagyon írva, hogy körülbelül 100 000 volt azoknak a száma, akiket elítéltek, tehát akiket a szovjet katonai bíróság ítélt el. Ez úgy jött ki, hogy úgy számolták ki nagy nehezen, hogy mindig szó van róla, hogy cserélték az embereket a lágerekbe. Egyikből vitték a másikba, másikból az egyikbe. És ha valaki egy új lágerbe került, akkor ott mindig találkozott egy vagy két magyarral. És körülbelül 30 000 láger volt. És akkor ezt összeszorozták a 30-at a 3-ba, és akkor körülbelül így jött ki egy átlag, hogy körülbelül 100 000 ember volt így, de lehet, hogy több, lehet, hogy 90, lehet, hogy 150, nem lehet tudni. Bár lehet, hogy egyszer még a KGB archívumai, ha megnyílnak, mert azért statisztikát vezettek, szóval abba jók voltak. Úgyhogy lehet, hogy ez még lehet pontosítani, és lehet számszerűsíteni majd. Tehát az egyiketnek, elszállítottaknak a neve nincs felsorolva, szóval nincs valamilyen is? Nincs, hát. Davaj, ment valaki az úton, és vittek hadifoglyokat, passzi, davaj, és becsaptak bárkit a láger vagy a vonuló csapatba. Bocsásson meg, csak egyet mondok közben, hogy voltak itt azt hiszem, aki a végén ilyen erőteljes arca volt, és arról beszél, hogy ő óvónő volt, vagy gyerekekkel foglalkozott. A szovjet haza elárulásának a gyanúja miatt ítélték el 8 évre. Szovjet haza elárulásának gyanúja miatt. A szovjet katonai bíróság. Egy magyar nőt. A szovjet haza elárulásának gyanúja miatt. Hát, hogy a többi is, igen. Igen. Egy gyönyörű összefoglalás a Sárvai életében. A Csonkaberek, a Temégész, lefegyverzett fegyvereserők, és ugye a Gulág jön a három részével. Én azt éreztem, és akkor ez is az igazi kérdésem, hogy alapszerkezet ugye azért beszélőfej, tehát a középpontban ez van. Melyek azok a ritmizálási, tagolási, zenei elemek, amelyek ezt finomítják. Csak egy példa, amit nekem nagyon tetszett, a szózat és a megmondítás. Ja. Hát nézze, ezek a dokumentumfilmek úgy készülnek, hogy az ember fölveszi a minél gazdagabb és minél teljesebb anyagot vesz föl. Ugye említettem, hogy mind a 30 nővel találkoztam. És akkor kezdi az anyagot elrendezni. Legtöbbször a kronológia mentén halad az ember, és ahol lehet, akkor ellenpontokat keres. Tehát, hogy milyen volt, ők ugyan beszélnek egyfajta valóságról, meg az életükről, de milyen volt körülöttük a világ, milyen volt kint a Szovjetunióban, vagy milyen volt idehaza, mennyiben volt az is hamis, de mennyiben volt hazuk, tehát ezeket, mint kontrapunktot az ember alkalmazni tud. Aztán olyan sok lehetősége nincsen, és aztán hát még van az, hogy amit említett, hogy zenével alá lehet húzni. Ez különben érdekes, mert a hölgy előtte a Karli Margit ugye kifakad, és azt mondja, hogy most jöttem rá én is, vagy már régen láttam, és elfelejtettem. Ugye arról beszél, hogy és az is fontos, hogy egyfolytában forradalmat mond. Véletlenül sem mond ellen forradalmat a Margit, hanem forradalom. Ezzel együtt azt mondja, hogy hát én tudom, ebből nem lesz semmi, nem lehet semmi, stb. Nem szabad csinálni, és a reális felvételek pedig mit látunk, azt látunk, hogy itt ezek mennek, és még a zene is megsegíti őket. Tehát az a fajta heroizmust, amit 56 jelentett, a forradalom jelentett, ezt itt zenével, képpel, meg az ő szövegével ellenpontozva lehet még emelni. Tehát ezek szerencsés és véletlen, ha úgy is tetszik, hogy véletlen dolgok, mert vagy van ilyen anyag, vagy van egy ilyen fölvezető
mondat vagy mondatok lehetősége, vagy nincs, vagy megtalálja az ember a korabeli anyagok között, vagy nem. Volna az a lehetőség, hogy ezekből a dokumentumfilmek a gimnáziumokban úgy tanítanák a történelmet, hogy legalább részleteket, tehát a legmegrendítőbb részleteket lejátszanák a mai ügyében. Igen, hát ez mindig fölmerül, meg mint javaslat el is hangzik, aztán néha vissza is igazolják, hogy igen, kéne, meg talán meg is fogják csinálni, de sajnos nem történik meg, mert teljesen igaza van, hogy kéne. Most kérdésem is lenne az, hogy én nem tudtam rájönni, mert én a végén a temet, tehát egyrészt úgy értettem, hogy a hölgyek találkoztak, mondjuk évente egyszer-kétszer, és a végén én nem tudtam eldönteni, hogy kinek a temetése volt, nem tudom, túl lényeges lenne, de két hölgyet nem láttam. Aki beszélt előtte. Igen, én csőre gondoltam, csak a sovány nagyon idős hölgy sem volt ott a temetésén. Mert már nem tud járni, igen. Igen, és még őról szerettem volna tudni, hogy mi volt, mert olyan könyves volt a hátam mögött, hogy azt nagyon. Melyik, aki... A nagyon sovány, akinek az édesapjának kinek... Ja, ápolónő. Az Kavicsára volt, igen. Igen, megismertem ugye a darcát, aki a Wallenbergnek a titkárnői volt. Hát, ezt nem tudom, hogy volt-e, de őt a 48-as kékcidulás választások miatt vitték el, mert azt leleplezte, és erre azonnal elvitték. Neki jelent meg valami írása? Versei, nagyon jó költő. De hol vannak ezek a versek? Hát a verses kötetében. Igen, megjelent. Igen, Kariksára, igen. Köszönöm szépen, meg van elkeresett. Tessék, még egyszer tartsa. Az újszülötteknek a kék cirkulásról egy rövid összefoglalást, tessék szeresen mondani, mert valamennyit arról is sejtek, de... Hát a 48-as? Igen. 47-es. A 47-es választás, amelyik még szabad választás volt, viszont a belügyminisztérium, amelyik a választást megszervezte, az a kommunisták kezében volt. Ugye a később egyébként sajátjai által kivégzett Rajk László volt ekkor a belügyminiszter. A kék cédula az arra szolgált, hogy aki nem a saját lakóhelyén van a szavazás napján, az kért egy kék cédulát, és azzal ott szavazhatott, ahol éppen volt. Na most ezt a kék cédula rendszert, ezt arra használták fel, hogy óriási mennyiségben nyomtattak ilyen kék cédulát, és teherautókon ilyen szervezett kommunista fiatalok csapatai, azok egyik faluból a másikba mentek, és mindenütt leszavaztak a kommunistákra. És hát ezt a rendszert leplezte le Kariksára. Mint szociáldemokrata, ugye? Azt hiszem, igen. Igen. Ezek a gulák játékfilmek kérdésre, az tulajdonképpen a nemzetközi filmezésben is, mert hogy látunk orosz nyelvű, látunk német, látunk ugye amerikai próbálkozást. Felvetődött egyáltalán a dokumentumfilmesekben, vagy a pályán dolgozókban egy magyar gulág játékfilm létrehozása, de nem ort, tehát nem magyar viszonylatok közepette ez a történet, mert ugye a vád felveti ennek a kezdetét. Nem, én szerettem volna, éppen utána a Duna TV-től rájöttem, akkor még egy gulágfilmet forgatni, az egy játékfilm lett volna, az lett volna a címe, hogy Transzibériai álom, és hát azt a sok szörnyű tapasztalatot, amit én összeszedtem ez alatt a 8-10 évvel, amíg második magyar hadsereggel, gulággal, stb. Hadifogsággal foglalkoztam, ennek egy ilyen sűrítménye lehetett volna, de hát nem sikerült összeszedni rá a pénzt. Forgatókönyv állapotban? Készen van a forgatókönyv állapotban.
Requiem. Hát ahhoz képest, hogy elég sok idiotizmus is jelent meg a filmvásznakon, meg mostanában is előfordul. Hát csak az van. Sok-sok millió elúszott, meg elúszik. Itt hál' Istennek olyan filmeket vetítünk, amelyek nem úsztak el, és amelyek valahány millióba kerültek, de azt hiszem, hogy jó helyre kerültek. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, köszönjük szépen, hogy idáig itt maradtak, és a figyelmükbe ajánlom ismét a következő sorozatot, amelyik a Budapesti Iskola dokumentumjátékfilméről szól. Viszontlátásra!